Próbáltunk egy olyan menüt kialakítani, főleg így elviteles menüként, hogy összeválogassuk a világ különböző pontjairól a különböző konyháknak a jellegzetességeit. Ezért kicsit tettünk a mexikói konyhából, kicsit az olaszból, amit mondjuk ismernek az emberek, de tettünk táj ízesítésű ételeket, arab jellegű dolgokat is. Igyekszünk ezeket mindig bővíteni, és igyekszünk olyan ételeket betenni a menünkre, ami máshol nem szerepel. Az alapanyag beszerzése az körülbelül ugyanannyira egyszerű, mint eddig. Sőt, hát most itt a tavasz, itt a szezon, úgyhogy sikerült kapcsolatokat felvegyünk újabb farmokkal, újabb termelőkkel, akiktől helyi termékeket tudunk hozni, mert ők is elkezdtek termelni, és most kezd nőni a friss zöldség, gyümölcs, úgyhogy tudunk használni újabb dolgokat. A kecskék megint elkezdtek tejelni, úgyhogy megint visszajön a halumi. Az elmúlt több mint fél évben nem nagyon volt nekünk szabad napunk, mert rengeteget dolgoztunk, hogy fejlesztjük az ebédet, meg nagy fába vágtuk a felszínket, és emiatt rengeteg dolgunk volt. Úgyhogy az első reakciónk az volt, hogy jaj, de jó, egy picit meg tudunk pihenni. Ezt meg is tettük. Sikerült kipihenjük magunkat, kicsit ki tudtunk lazítani. Rá pár hétre, mondjam így, nekiálltunk, és akkor megterveztük a kiszállítást, és a tegnap sikerült is elindítani. Mindig is odafigyeltünk a higiéniára, de most, hogy még jobban oda kell tenni magunkat. Kicsit nehezebb az, hogy maszkban dolgozzál, mert a levegőt másképp veszed, és hogy a kezed egy kicsit kiszárad a kesztyű alatt, meg furcsa intézkedéseket kell behozzunk, hogy mielőtt belépsz a konyhába, ilyen fertőtlenítő tálcán mész át, és akkor azt megszokni, hogy abba bele kell lépni, le kell fertőtleni is magad még jobban, és akkor ilyen egyéb szabályokat is behoztunk például, hogy ha belépsz az épületbe, akkor telefont fertőtlenítesz egyből, kulcsot fertőtlenítesz egyből, az olyan dolgokat, amiket megfogsz egyből, lefertőtlenítesz. De mi megteszünk mindent, hogy ezt vigyük tovább. Mi óriási lehetőséget látunk, főleg most abban, hogyha olyan ételeket tudunk kínálni az embereknek, amik ilyen immunerősítő, meg vitamindús kaják, főleg itt tavasszal, meg főleg járványkor, akkor ezzel fel tudjuk hívni a figyelmet egy kicsit arra is, hogy a változatosabb és teljes értékű étrend az mennyire fontos. Egyelőre, mivel még mindig a teszt fázisában vagyunk a kiszállításnak, 12-től este 8-ig vagyunk nyitva, és elérhetnek az emberek Facebookon vagy telefonon.